12. alkalommal találkozhattak ebben az esztendőben a Kárpát-medencei fiatalok Csíkcsomortánban. Az alapító nevét viselő székelyföldi Varga Sándor verstábor idei mottója, Vörös Sándor gondolata, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A tábor 10 napjában Vörös Sándor életművének megismerése volt az alap. Esztendőről esztendőre itt találkozunk Csíkcsomortánban, a Varga Sándor verstáborban. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen egy olyan múltat őrzünk, ami megérdemli, és nem csak a magyar nyelv, a magyar költészet, a magyar népi kultúra iránt, hanem mindazok, akik ellátogatnak ide, megérthetik, hogy mennyire fontos nekünk a Kárpát-medencei fiatalok jövőképe is. Igen, ez így van. Immáron azt kell mondjam, hogy 15 éve elindult útjára ez a akkor még kezdeményezés, és ugye volt 2 covidos évünk, amikor ki kellett hagyni a tábor megszervezését, de évről évre egyre részben mi is tapasztaltabbak vagyunk, és egyre több fiatalnak tudunk egyfajta segítséget, kapaszkodót adni ebben a hát nagyon nehéz világban, amit ma élünk, és amikor elkezdtük 2009-ben, akkor is a célok meghatározása az egy nagyon fontos, lényeges dolog volt nyilván, hogy Kárpát-medencében összetartozunk a fiataloknak, megmutatni a hazaszeretet érzését, megélését, nemzettudat erősítését, de itt a 15 év alatt, amit magunk mögött tudunk, én azt gondolom, hogy ha akkor fontos volt, ma még fontosabb ez a gondolat, vagy ez az érzés, úgyhogy egyre fontosabb az, amit mi csinálunk, meg felvállaltunk itt szervezők, illetve a szakmai vezetők, mert van ugyan egy eszközünk, a magyar kultúra és a magyar nyelv, ezen keresztül azok az üzenetek, amiket ma egyszerűen meg kell fogalmaznunk ebben a világban, és nem is akarok nagyon belemenni a napi politikába, de ha megnézzük az olimpia megnyitóján látott képeket, akkor azt mondanom, hogy nagyon fontos, amit csinálunk, hogy mutassunk egy másik képet, a mi képünket a világról. Az idei esztendőben Vörös Sándor életműve a fontos számunkra, és nagyon fontos az is, hogy egy változatlan csapat vezeti el ebbe a fantasztikus életműve a gyerekeket. Igen, hát minden évben más a tematikánk, ezt a szakmai csapat választja ki, és a tematika, a motto az változik, de azok a személyek, akik a nyári szabadidejüket itt ide adják erre a 10 napra, azoknak a személye, az összetétele az állandó. Én nagyon hálás vagyok a szakmai vezetőknek, Kubik Annának, Ráczkevei Annának, Rubol Dödönnek, Milus Mariannak, a misztrálos zenészeknek, a néptáncos csapatnak, Lőrinc Bálnak és Varga Zolinak, és hát nektek, Baklár Lajos, Megyeri Zoltán, Simon Erika, kimondom a neveteket, nektek is, illetve hát a családomból, a Varga Anna, Varga Bálint, akik folyamatosan szervező munkában részt vesznek, és remélem senkit nem hagytam ki, illetve a táborcsinálók, azok a fiatalok, akik már itt ilyen szenior táborosok, és a táborcsinálók nagy része fehérvári fiatal, úgyhogy innen köszönöm azt a munkát, meg azt a támogatást, amit Székesfehérvártól is kapunk ebben a tábornak a újra és újra megszervezésében és az éltetésében. Ha már a támogatóknál tartunk, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos egyik oldalról a Fortis Hungarorum Egyesület munkája évről évre. Ugyanakkor olyan támogatók is vannak, akik nélkül nyilván, hiszen azért ne feledjük, hogy itt a gyerekeket méltó körülmények között kell fogadni, és ez ebben hogy mondtad, felgyorsult világban és különleges világban nem egyszerű. Ki mindenki az, aki elkötelezte magát már esztendőkkel ezelőtt, és továbbra is kitart?
A Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület adja a keretet és a hátteret, illetve maga a szervezési munkát. Ennek az egyesületnek nyilván én vagyok a vezetője, és a gyermekeim, akik még ebben részt vesznek, és a szakmai programok megvalósításához, az ellátáshoz, az utaztatáshoz, tehát mindez, ami pénzbe kerül, a legnagyobb támogatónk a miniszterelnökség, illetve Székesfehérvár önkormányzata, továbbá az országgyűlés elnöke, továbbá a JobTrain HR Szolgáltató Kft-t. Úgyhogy köszönöm szépen itt innen is a támogatásukat, mert ők biztosítják azt, hogy az a fajta küldetés, amit mint előbb is mondtam, 2009-ben így kitűztünk a zászlónkra, azt csak évről évre meg tudjuk valósítani. Ez nyilván komoly megerősítés, és egy olyan jövőképet jelent, ami nélkül nyilvánvaló, hogy nem lehet a továbbiakban megrendezni ezt a verstábort, de azt hiszem, hogy ez a jövőkép él, valóságos és igaz. Igen, tehát talán már megfogalmaztam nektek korábban is, hogy a mi életünk része a verstábor, ami soha nem ér véget, mert most ebben a pillanatban itt vagyunk, hazamegyünk, akkor egyrészt értékeljük az elmúlt tábort, és már elkezdjük szervezni a jövő évi tábort. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindannyian, akik szervezünk, és itt szakmai munkát végzünk a fiatalokkal, beleépült az életünkbe, és a nyarat nem is tudnánk talán elképzelni anélkül, hogy ide nem utaznánk el. Én úgy emlékszem, egyszer Rubol Dödön úgy fogalmazott, hogy a tábortól táborig él. Tehát itt annyi sok impulzus és olyan sok szép élmény éri a környezetben a gyerekek által, hogy ebből tud merítkezni egész évben. És azt gondolom, hogy ez így mindannyiunkra igaz, és engedd meg, hogy azt is még így elmondjam mindenkinek, hogy a tábor szervezői és a szakmai gárda annyira jól összeszokott, és egy annyira szoros kötelék alakult ki a 11-nehány év alatt közöttünk, hogy hát egy az ászló, vagy a csapat, azt tudom mondani, tehát hogy egy nagyon-nagyon szoros együttműködésben szervezünk, és vagyunk itt évről évre. Azt gondolom, hogy minden egyes pillanat, amit itt töltünk, Csíkcsomortában megerősítés. Megerősítés a családnak leginkább, de mindazoknak, akik részt vesznek a szervezésben, a munkában, a találkozó szentségét őrzik itt esztendők óta. Te milyen gondolatokkal érkezel, hiszen 11 néhány esztendeje most már itt vagyunk együtt? Ez így van, amit mondtál, ez mind így van. Az én első gondolataim az mindig az, hogy mennyire fantasztikus az élet, hogy ennyi remek emberrel összesodort, és ennyi ember az út során végigkísér minket, és minden évben ilyen sok jó ember ilyen kis helyen összegyűlik, és valami nagyon nagyszerűt alkot, és nyilván a sok fiatal pedig egy újabb és újabb megerősítés minden évről, hogy erre van igény, és nem csak, hogy igény van, de ebben van foganat is, tehát erre van nyitottság, és ezt tovább viszik a fiatalok, úgyhogy ez nagy erőt ad. Sok minden változott az elmúlt időszakban, egy valami viszont állandó, hogy azok a fiatalok, akik érkeznek, a Kárpát-medence fiataljaira gondolok, elkötelezettek a magyar nyelv megőrzése iránt. Ez maximálisan így van, és mi valahogy ezt az érzetet és az elköteleződést szeretnénk tovább erősíteni és tovább támogatni a fiatalokban, hogy megtanulják és tovább vigyék azt, hogy magyarnak lenni büszke gyönyörűség. A Fortis Hungarorum nagyon sokat tesz, nem csak ezen az egy hétben, 10 napban, hanem egész esztendőben azért, hogy a csíkcsomortáni verstábor olyan legyen, mint ahogy édesapátok annak idején megálmodta, és amiben már belenőttünk, ahogy tetszik, több mint 10 esztendő alatt. Milyen gondolatok kísérik, amikor szervezitek és átgondoljátok, hogy ebben a felgyorsult világban mi történjék a kárpát-medencei fiatalokkal itt Csomortánban? Mindig nagy várakozás, nekünk kicsit olyan ez a verstábor előtti időszak, mint egy ilyen másik advent, készülünk rá lélekben. Próbálunk
olyan kirándulásokat összerakni, ami élmény a gyerekeknek, de nyilván alapvetően ez egy verstábor, tehát itt a nagy hangsúly a verseken van, illetve a kulturális szellemi tartalmakon, amiket közvetítünk nekik. Nagy szerencse az, hogy olyan szakemberekkel dolgozunk együtt, mint Kubik Anna, Ráczkevei Anna, Rubold Dön, Milus Marian, a táncosok, a Cédrus Tánc Együttesből, akik igazából azért leveszik ezeket a terheket a vállunkról. Idén Vörös Sándor a téma, ami az én szívemnek különösen kedves, úgyhogy azt gondolom idén is sikerült egy nagyon jó tábort összerakni sok-sok munkával, de már nagyon izgatottak vagyunk, hogy elkezdődött, és szerintem ez a csapat is nagyon jól fogja érezni magát idén. Mennyire fontos számodra, illetve számunkra a megőrzés misztériuma, hiszen azt hiszem, hogy ennek tükrében szemlélhetjük az elmúlt esztendőket és a jövőt is. Nagyon fontos. Szerintem, bár a magyar nyelv kapcsán is el szokták mondani, hogy nem ápolni kell, hanem éltetni, tehát valahogy így az, ezeknek az értékeknek az éltetésén keresztül szeretnénk megőrizni, tehát nem mint egy ilyen antikváriumba bezárt könyv, vagy valami régiség, hanem inkább még mint egy élő kultúra, amihez kapcsolódni szeretnénk, de ezt a kapcsolódást kell megőrizni, úgyhogy szerintem ez a tábor alapvetően erről szól, édesapám is ezt szerette volna, úgyhogy mi minden egyes napi programmal ezen munkálkodunk, hogy valahogy az értékek őrzését és éltetését adjuk át ezeknek a fiataloknak. A verstábor vendége volt a miniszterelnökség államtitkára Panyi Miklós, aki esztendőről esztendőre személyesen is segíti a találkozó létrejöttét, és figyelemmel kíséri a táborban folyó munkát. A támogatás, illetve a személyes jelenléte is megerősítés. Otthonról hazajött? Igen, megérkeztem. Régóta járok vissza én is Erdélybe, és többedik alkalommal veszek részt ezen a verstáboron, és nagy örömünkre szolgál, hogy idén is támogathattuk ezt a fantasztikus kezdeményezést, hiszen azt látjuk, hogy itt egy olyan a magyar-magyar kultúrának egy olyan találkozási pontja van, amelyben a fiatalok több napon keresztül egy nagyon komoly képzés formájában ismerhetik meg a magyar kultúrát, mélyülhetnek el a magyar nyelv szépségeiben, és emellett megismerhetik a helyi épített örökségünket és a természeti szépségeket, és azt gondolom, hogy emellett azok a közösségi élmények is, amelyek a fiatalokat itt érik, az esti népdaléneklések, az esti néptáncházak, azok örökre szólóak és nagyon-nagyon komoly élményekkel fognak hazatérni, és természetesen egy ilyen közegbe érkezni, az mindig szívmelengető, 700 kilométerre a nemzetünk fővárosától, Budapesttől, azt látva, hogy él a magyar kultúra, és a Kárpát-medence minden szegletéből itt vannak a fiatalok, akik boldogan, örömmel élik át ennek a magyar kultúrának a természetes megnyilvánulását. A hagyományokhoz hűen családja, a táborvezetők és a tábor lakói megemlékeztek az alapító Varga Sándorról. Sohasem nyertél, de amiért magad megküzdöttél, meg is tartottad. Nem kellett megbánnod semmit, és ha úgy adódott, igyekeztél szomorúságot fölött mindig egy darabka kékeget tartani. Megmaradtál embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak. Megmaradt szíved szeretete, és minden meg felett megmaradtál folytonkeresőnek, terepfelverőnek, lázadónak, életmentőnek, értelmezőnek, lassan bölcsülőnek, igazságkeresőnek, nevetőnek. Latinovicssal valhattad, a vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb repülése, legforróbb vallomása a létnek, a legszentebb játék. A kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. Igen, a vers általad lett halhatatlan. Fehérváron, Székelyföldön, Csíkpálfalván, Csomortánban, a Csíki medencében, a Gyimes völgyében. Babits Mihály, amikor meghallotta a Jónás könyvét, korának leghíresebb, legnevezetesebb, legfajsúlyosabb előadó művészétől, Asher Oszkártól, a következőt mondta. Most sokkal jobban értem, mint amikor megírtam. Úgyhogy ez a feladat vár ránk táborlakókra, megérteni és megértetni. De ugyanezt az elvet vallja, ebben hisz a csodálatos és friss Kossuth Díjas Misztrál együttes is, úgyhogy én nagyon jó szórakozást kívánok a táborlakók verseihez és a Misztrál együttes gyönyörű megzenésített verseihez is.
A verstábor nyitó estjén Tócsvai Béla és a Misztrál együttes koncertje mellett a fiatalok versekkel köszöntötték a szép számú közönséget. A fehérvári versünnep kivételes tehetségű fiataljai, Bakó Fanni, Török Laura, Farkas Angéla és Szipola Antal, akik immár táborcsinálóként is szolgálnak, verseikkel a mindennapok mélységeit és magasságait tárták elénk. Ki minek gondol, az vagyok annak. Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki a jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról, rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz. Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod. Mint tükröd vagyok leghűbb barátod. Tócsvai Béla szívhez szóló köszöntőjét követően egy olyan visszatekintést és egyben ajándékot kaphattunk dalaival, amely bizonyosan megerősítést nyújtott mindenkinek, aki hisz az összetartozás örökérvényűségében, a szeretet mindenek felettiségében. Kossuth Díjas barátunk egy olyan álomvilágba kalauzolt el bennünket, ami az emberfia mindennapjait is ünneppé varázsolja. Évek óta úton vagyok, pihennék már. Cipőn talpa rég elkopott, új kellene már. De meg nem állok én addig sosem. Még egy virág, kicsi virág nincs kezemben. Fáradt vagyok, aludni mégsem tudok. Ha elindulok, pihenni nem fogok. Utoljára indulok el, észem jég, nem állok meg. Még ő nem lesz enyém. Szívem mélyén én úgy érzem, jó úton járok. Amiért én elindultam, arra rátalálok. S hogyha majd a két kezemben tartom én, rájövök, hogy nem nekem kell, s néktek adom én. Ami szép volt az életemben, azt neked adom. Ami rossz volt, azt se tagadom. Ami jobb lesz az én életemben, azt is neked adom, mert azt akarom, hogy neked jobb legyen. Igen, úgy legyen, kérlek Istenem, kérlek úgy legyen, úgy legyen. Öreg apám megőrizte, édes apám megbecsülte, édesanyámtól tanultam a magyar nyelvet én.
Ennek a földnek ékessége a szép hitem hirdetője, szép nyelvennek száz virága nyíjjá büszkét. A világra az én szerelmem, Magyarország, szép szerelmem, ez az ország, a virága piros, fehér, zöld. Szép szerelmem, Magyarország, szép szerelmem, ez az ország, áldott legyen mindig ez a föld. Ha megkívánják szép virágát, letörhetik arany ágát, letörhetik, de nem bánom, mert újra kihajt a virágom. Szép szerelmem, Magyarország, szép szerelmem, ez az ország, a virág a piros, fehér, zöld. Szép szerelmem, Magyarország, szép szerelmem, ez az ország, áldott legyen mindig ez a föld. Süss fel nap, fényes nap, süss fel nap, fényes nap, szegény legény vagyok, én ettől beszöd jár, míg rajtszár csincs, elszakadt az ingen. Van egy lyukas nadrágom, volt is rajt, hiszen három ég alatt válok, jobb időket várok. De szeretlek, nagyon szeretlek, igen, szeretlek, nagyon szeretlek. Ezt a dalt énekelt egy föld nevű bolygón, Európa kellős közepén, a Kárpát hazában. Mindörökké magyar földön, egy Béla nevű ember, egy szágitárra, akit apja után Tolcsvainak neveznek. 2024-ben Csomortánban verstábor megnyitóján 2024-ben. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír megöregedni. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál. Ma a boldogsággal is beérnéd. És még ezt sem képzeled nagyobbra, mint hogy bendőd bírja marcsa fősztjét, és ágyékot bizseregni tudjon, és legyen életedben, holmi limlommit tiédnek birtokodnak becészhess. Isten vendége vagy ezen a világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra megmutassa? Minden kincsét rendre megmutassa? A folytatásban várva várt koncertjén elsőként Engem tudtok eloltani hirdette Babits Mihály versével a Misztrál együttes, hogy aztán egy teljes, átfogó képet nyújtson, mint egy stílus tanulmányként valaha volt és jelenlegi legendák verseinek megzenésített változatával. Eloltani, élek és itt vagyok itt, pedig nagy világ szelek elé emeltet, hősvak kicsi gyertyát, mit akarsz velem, Isten?
akarsz velem, Isten? Vinok a láng már is tövig égből zentkodok kezeidben. Új szelek jönnek, vagy tu vihar akarsz, bokrok szégyen fuvalva. Mit akarsz velem, Isten? Szégyen szélpattyú lehellet is szordannak, aki mezítlen gyötörni tud eloldani, nem, míg viaszom csöppig kisírom. Mit akarsz velem, Isten? Magasra nagy tenyered, és milyen ívize zúglen. Hol sisteregve kiszenvedek, ha majd kegyetlen beledobsz, hogy körmödre ne égjek, Isten. Aki mezítlen gyötörni tud eloltani, nem, míg mi azom csöppig kisírom. Mit akarsz, mit akarsz, mit akarsz velem, Isten? Szereted, szereted a legyeket.
Veszett bangó figyelmem annyi csúnyaságra. Mosolyog néned csak egy kis méhez szállt lelkembe, s újra zeng lelkem zsong, mintha örök hangszer lenne. Mosolyog néned csak egy kis méhez szállt lelkembe, újra zeng lelkem zsong, mintha örök hangszer lenne.
favágítón a halomba döntött egészséges törzset. Reves, féreg lakta odvat, medúzaforma kérdő, fenyegető, péterszeges, szétágazó tövet, éles goromba visítású fűrész, mintha heves sírással magzat kelne, darabolja. Egykedvűn villog, semmire seles. Nem érzi egyik, és nem bánja másik, hogy pusztul, pusztít. Élő sejt meg érc, oly magasságot érint öntudatlan, hol a tett önnön hiányára ásít. Cselekvés, szenvedés, közös egész. Favágó dolga, mit miért tesz ottan. Babics Mihály jó barátja, a következő szerző, Ady Endre. Amikor így jövünk el, és jövünk Csíkba, mindig úgy elsurranunk csúcsa mellett. Így voltam én is sokszor ezzel, de idén megálltam, és megnéztem, hogy van-e Ady emlék a csúcsai kastélyba, a egykori Bonca kastélyban, ami ugye most már Goga kastély, de van Ady múzeum, érdemes ellátogatni oda. Az idegen arcok. Idegen arcokat nézek, arcom ilyetten földre vágom. Ó Istenem, mennyi más arc van, mennyi más arc van a világon. Mennyi borús szem néz szemembe, mennyi homlok sápad rám némán, mennyi vádló álom és rejtély, mennyi nagy szomorúság néz rám, mennyi vád terped minden arcon, vágya letűnts jövő időnek, mint láncos rab félve bűnbánom, csak föl-föl nézve nézem őket. Valaha minden arc magáért vívott egy szörnyűséges arcot, s állanak rab ellenekként egymással szemben most az arcok. Emlékeznek, hogy egykor egymással csatáztak, de ott ég minden ember arcon, láthatatlanul kudarcra lázott, s minden arcot, idegen arcot, idő nem fog a titkos emlék, legalább egyszer földerítni, megragyogtatni beszeretnék. Minden arcot, idegen arcot, időn elfog a titkos emlék, legalább egyszer földerítni, megragyogtatni beszeretnék. Idegen arcok, midőn elfog a titkos emlék, legalább egyszer földeríti, megragyogtatni beszeretni.
Az egész tábor koncepciója stabil, örökérvényű értékeket átadni a fiatalságnak, amely a jövőben is egy biztos alapot tud képezni fejlődésük szempontjából. Erre volt bizonyíték a verstábor nyitógálája is.